Isten békével köszöntöm a kedves nézőket. Ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. Örvendek annak, hogy egy éven át együtt voltunk. Szerdáról szerdára tanulmányoztunk, és különböző témákat próbáltunk megérteni. Most az új év előtt egy nappal, mondhatjuk az új év küszöbén, egy újabb tanulmánysorozatot fogunk elkezdeni, ami a következő 3 hónapban a beszélgetésünk témakörét meghatározza. Ésaiás prófétának az életét, szolgálatát vizsgáljuk meg, és azon keresztül, hogy milyen is volt Júda nemzetének, Izrael házának élete. A mai alkalommal a beszélgetésünknek a címe Identitásválság. Az alapige, amellyel foglalkozni fogunk, és amelyből elindul a beszélgetésünk, az Ézsaiás könyve első fejezet 18. versében így szól. Jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Köszöntöm meghívott vendégeimet a stúdióban, Demeter Dániel lelkipásztort. Örülök, hogy együtt vagyunk ezen a beszélgetésen. Én is köszöntelek Lóránt és a kedves nézőket úgy szintén. Köszöntöm Lukács Edmund lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és együtt vagyunk ma. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és remélem, hogy valamennyünk áldására lesz ez a beszélgetés. Bevezető gondolatokban utaltam arra, hogy ez egy különlegesebb alkalom, az évvégi ünnepek idején vagyunk, amikor igyekszik mindenki egy kicsit megállni, és elgondolkodni arról, hogy milyen is volt az elmúlt év, találkozni a családdal, elmélkedni a Jóisten akaratáról. És nekünk az jutott, hogy itt legyünk a stúdióban, és ezt a nagyszerű témát, ami előttünk áll, az identitásválság témakörét beszéljük, megmutassuk be. És előtte szeretném, hogyha ugye néhány szóban elmondanátok azt, hogy hogyan is érzitek magatokat ennek az évnek a végén, egy nappal az új év előtt, hiszen holnap este, amikor a kedves televízió nézőkkel újból találkozni fogunk egy különlegesebb adás keretében. Ma egy nappal előtte hogyan érzitek magatokat, és hogyan látjátok a jövőt a múlt háttere alapján? Hát úgy gondolom, hogy elsősorban megköszönhetjük az Istennek, hogy velünk volt 2020-as évben, amely nem volt egy könnyű év, megviselt bennünket, gondolok itt a társadalmi helyzetre, de mindezek ellenére az Isten velünk volt. Én ezt tudom elmondani. Azon kívül örülök annak, hogy nem sokára átlépjük az új évnek a küszöbét, és reméljük azt, hogy a jó Isten velünk lesz a 2021-es évben is. Megragadom az alkalmat, hogy kívánjak boldog új évet minden kedves hallgatónak, tévénézőnek. Isten legyen veletek, ahogy velünk is volt, és velünk továbbra is. De tapasztaljunk sok-sok szép tapasztalatot, Istennel járjunk, és ne feledkezzünk meg arra, hogy minden év leteltével egy lépéssel közelebb vagyunk az Úr Jézus eljöveteléhez. Számomra az a tény, hogy itt vagyunk, és megélhetjük ezt az időt. Úgy, ahogy Dániel is elmondta, annak ellenére, hogy nehéz év áll a hátunk mögött. Én úgy gondolom, hogy ez egy különleges előjog a Jóisten részéről, hogy itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és ez nekem azt sugallja, azt üzeni, hogy mindez azt jelenti, hogy Istennek van még valamilyen terve velünk. És a jövő évre mindenkinek ezt kívánom, hogy ebben járjunk, ezt keressük, és ennek próbáljunk megfelelni a Jóisten akaratának és az ő tervének az életünkre nézve. Hát valójában bízunk abban, hogy az elmúlt év nem volt hiába. Igaz, az elmúlt negyed évben arról elmélkedtünk, hogy mit jelent az oktatás, a nevelés az Isten által, a mi életünkre nézve. És ebben a negyed évben, ahogy ezt már bejelentettük, az Ézsaiás proféta könyvével fogunk foglalkozni minden szerda este. Mielőtt foglalkoznánk az első fejezet gondolataival, mondani valójával, úgy egy picit próbáljuk meg jobban áttekinteni, átnézni az Ézsaiás könyvét. Mi várható ebben a negyed évben? Miről fogunk elmélkedni, beszélgetni? Milyennek a könyvnek a hangulata, az alapvető üzenete, a probléma, amit felmér, felfedez Ézsaiás? Mi lenne a könyvnek a témája?
Ézsaiás próféta könyve egyik legszebb könyve a Bibliának, Ó és Új Szövetség egyaránt. Ha pedig csak az Ószövetségre nézünk, akkor tudnunk kell azt, hogy számos bibliai kommentátorok az Ószövetség evangéliumának nevezték Ézsaiás proféta könyvét. Miért? Azért, mert jó híreket olvashatunk ebben a könyvben. Bár történelmileg nagyon nehéz idő alatt élt Ézsaiás, és ezeket a gondolatokat majd kibontjuk a műsor során, és a tanulmány során, a negyedév során jobban meg fogunk ismerkedni azokkal a történelmi hátterekkel, amelyek léteztek Ézsaiás proféta szolgálata alatt, kik voltak a királyok, milyen volt a nemzet helyzet, és így tovább. De az üzenet, amit a proféta átad a nemzetnek, és azon túl nekünk, ugye nem vagyunk zsidók, az egy jó hír. És pedig, hogy az Isten nem feledkezett meg az ő népéről, és nem is feledkezik meg. Még akkor is, ha jönnek nehézségek és problémák, és úgy össze lehet hasonlítani a mi helyzetünket az akkori helyzettel, mert említettünk, hogy 2020-as év nehéz volt, de ez egyáltalán nem közelíti meg a mi problémánk, egyáltalán nem közelíti meg azokat a helyi problémákat, amivel szembe kellett nézzenek a zsidók akkor, és milyen nehézségekkel mentek keresztül. Úgyhogy ha őket megsegítette a Jóisten, és megsegítette, bár voltak hullámok, lesfel vezette őket az Úr, bennünket is. Ézsaiás proféta könyve egy nagyon nagyszerű jó hírt ad az olvasónak, ezért bátorítom a kedves tévénézőket, hogy szakítsanak időt, és aprólékosan, tüzetesen, figyelmesen tanulmányozzák Ézsaiás proféta könyvét, és persze a szombati iskolai tanulmányokat. Én úgy gondolom, hogy az Ézsaiás könyvének üzenete nagyon aktuális. És nem csak azért, mert evangélium, vagy azért, mert bátorítás van benne, hanem azért, mert egy olyan társadalmat szólít meg, és itt erre az átvitt üzenetre, vagy korra utalok, a modern társadalomra, amely azonos nagyon sok értelemben azzal a társadalommal, amelyben Ézsaiás élt. És pedig itt beszélünk arról, hogy erkölcstelenség uralta az akkori társadalmat, a bűn uralkodott abban a társadalomban. Az emberek, ugye, ahogy ez a mai lecke is elmondja, elvesztették az azonosságot, ami óriási gondokhoz vezetett. Tehát úgy látom, hogy mindezeket a problémákat újra átéljük, ezért meg vagyok győződve, hogy Ézsaiás proféta könyvének az üzenete nagyon is aktuális. Nagyon tetszik nekem is az a gondolat, ahogyan indít az Ézsaiás könyve első fejezet harmadik versével a proféta, egy hasonlatot hoz, hogy az ökör ismeri a gazdáját, és tudja, hogy merre tart az út, most kiegészítve az igét, hogy hol van a haza, hol van az otthon, és mondja az Isten, az én népem pedig nem ismer engem, pedig az ökör ismeri a gazdáját. És egy ilyen lelki állapotot fogunk végig pásztázni, végig figyelni az Ézsaiás könyvén keresztül, amiben azt fedezzük fel, hogy a Jóisten mindent megtesz ennek a népnek a visszaszerzéséért, a proféta szolgálata is erre van, ezért van elhívva, és lesznek reméljük akkor is, és ma is fülek, amelyek meghallják Istennek hívó szavát. Az alapigéhez, hogyha visszafordulunk, hiszen nagyon sokat mondó alapigével találkozunk itt a bevezető részben, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Hogyan illeszkedik ez az alapige az identitás válság témakörébe? Mi is a mondani valója ennek az ígének? A tanulmányunk alapige igazából fölvázolja az egész könyvnek a fő mondani valóját. Ez Dióhéjban, megkapjuk az üzenetet, bár 66 fejezetet tesz ki Ézsaiás könyve. Ez az vers tökéletesen visszaadja Isten szándékát. Olyan népről beszélünk, amely elhagyta az Istent. Ézsaiás proféta idejében elég széles körű hit elhagyás történt Izrael közepette, Izrael népe között, az emberek hátat fordítottak az Istennek. És a vers, amit az imént
említettél, hogy az ökör és a tehén ismeri az útját és a gazdáját, az én népem pedig nem. Ez egy óriási szemrehányás. Ez egy nagyon fájdalmas kijelentés. Ebben bele van tömörítve Isten lelkének mélységes fájdalmát. Mert az Isten mondta ezeket a szavakat. És akkor képzeld el, hogyha szülők vagyunk, és rádöbbennénk arra, hogy egyszer csak a gyermekünk már nem is ismer, vagy nem akar ismerni, mert ismerni ismer, de nem is szólít meg, nem is köszön, hanem csak tovább lép, és átlátszónak vesz. Mekkora fájdalom lenne ez egy földi szülőnek? Mekkora fájdalma volt a Jóistennek, amikor ezt a durva és vágós, éles szemléletet használta, hogy mi, akik felsőbbrendű lények vagyunk, hogy Isten képére lettük teremtve, lejjebb ereszkedtünk már a nép abban az időben, és az, aki elszakad az Istentől, ugyanebben a kategóriában marad, aki Istentől elszakad, lejjebb ereszkedik az oktalan baromtól, baromnál. Mert a tényleg a lecke az írtehenekről ír a szerző, valószínűleg járt Írországban is láttam, nem tudta, hogy a román tehenek is tudják az útukat és a gazdájukat és az udvart, és ez egy csodálatos dolog, aki városon él és nem tudja, megfigyelheti a falusi ember, tudja, a tehének nem kell elmondani, hol a hazája, mert hol az otthon, egyenesen ahhoz a kapunál áll meg. Izrael népe viszont már elszakadt az Istentől, és abban a versben Isten fájdalmának a teljességét tömörítette. A 18. versben pedig az Isten perlekedésre hívja a népet. És na gyertek, pereskedjünk, ugye, hogy van itt? Törvénykezzünk. Szeretem ezt a kifejezést, és akkor lássuk, hogy mit hoztok ti, és mit adok én. És az ajánlat az Isten részéről fantasztikus. Megéri erről tanulmányozni, elmélyíteni, és megérteni, hogy milyen Istenünk van ezen keresztül. Megjegyezném még a címmel kapcsolatosan azt, hogy az identitás, vagy az azonosság gondolata a zsidóra, a zsidó népre utalva valahogy mást jelent, mint amit a mai társadalomra értünk, vagy a társadalomban értünk. És pedig azért, mert a zsidónak lenni, vagy a zsidó néphez tartozni, egy időben nemzetiséget és vallást is jelentett. És amikor itt a leckénk arról beszél, hogy ez a nép, tehát tulajdonképpen Ézsaiás könyve bontakoztatja ki ezt a témát, elveszíti azonosságát, nem tudják azt, hogy már kik ők, sem vallásilag, sem a nemzetek között annyira összevegyült a többi néppel, szokással, hagyománnyal, és elveszíti mind a két részét ilyen téren, és mi a gond ezzel? A gond az, hogy Isten adta mindkettőt. Isten adja ugye a lelki részre ezt az azonosságot, és ő az, aki megadja, ő az, aki alkotja Izrael népét, mint nemzet. És ők elfelejtik, elveszítik ezt az előjogot, az azonosságot, és ugyanakkor, ugye, hogy Dániel is említette, nagyszerű, fantasztikus hír az, amikor Isten azt mondja, hogy gyertek, törvénykezzünk, vagy gyertek, lépjünk ítéletre, vagy lépjünk be a törvényszéki tárgyalásra. Lehet, hogyha ma kapnánk egy ilyen beutalást, vagy levelet, akkor nem nagyon örülnénk neki, hogy be kell bíróságra kell menni, viszont a Bibliában, és főleg az Ótestamentumban az ítélet gondolata mindig jó hír. Mert Isten kész és hajlandó jóvá tenni azt, ami elromlott. Ezt jelenti, ez a definíciója az ítélet gondolatának a Bibliában. Maradjunk az identitás válság kérdésénél, hiszen már többször említésre került. Igaz, a tanulmányunknak a címe nem csak annyi, hogy Ézsaiás, hanem Vigasztaljátok népemet. Egy ilyen kisebb alcímmel találkozunk az egész tanulmány sorozat elején. Mit jelent az identitásválság ebben a kontextusban, vigasztalni Istennek népét, mire is akar utalni erre a próféta, és hogyha ezeket a gondolatokat tovább vinnénk, ugyancsak az identitásválsággal kapcsolatosan? Lehet, hogy a nép identitásválság abból indult, hogy ők már nem ismerték az Istent. Tudnunk kell azt, hogy a Jahve, a héberek istene, teljesen ellentétben van bemutatva az Ószövetségben, mint a többi pogány nemzetek félistenei.
A pogán nemzetek félisteni, könyörtelen isteneknek voltak bemutatva, akikért, akiknek könyörögni kell, hogy felét forduljanak, áldozatot bemutassál, és emberáldozatot, amúgy zárójelben elmondhatjuk, hogy az Isten szigorúan megtiltotta a zsidóknak, hogy fiaidat nehogy tűzen keresztül vigyed, ne áldozd fel, és mégis a zsidók ezt csinálták sokszor. Tehát az identitás válság a zsidóknál abból indult, hogy elfelejtették, milyen az Isten, már nem tudták. A régiek elfelejtették, az újak pedig már nem tudták, mert nem tanulták meg a régiektől. És akkor kialakult egy olyan pogány, szinkretista vallás, zsidó és pogány keverék, Isten és félistenek keveréke, ami teljesen megtévesztette az embereket vallásilag és társadalmilag, erkölcsileg egyaránt. Na most vigasztaljátok a névemet, ez a kifejezés oda tartozik, hogy az Isten erőfeszítéseket akar tenni, és tett Ézsás proféta idejében, hogy visszafordítsa a népet magához, hogy bemutatkozzon újra, mint egy jóságos Isten, nem mint egy könyörtelen Isten, akinek jó szándéka van, pozitív tervei vannak, és kész megbocsájtani a népnek, akkor is, ha ők szándékosan elhagyták az Istent. Tehát ilyen kulcsban kell érteni, és levezetni a gondolatokat, a Ézsaiás proféta könyvének a fejezeteit, és a tanulmányainknak a mondani valóját. Hát hogyha azonosságról, vagy nemzeti identitásról beszélünk, egyaránt vallásiról is, én azt tudom elmondani, hogy ez engem nagyon személyesen érint, főleg amikor azt olvastam, hogy identitásválság, hogyha erre gondolok. És ha megengeded, behoznánk egy ilyen személyes tapasztalatot ezzel kapcsolatosan. Az én édesanyám magyar, édesapám meg román. És sok ideig, kamaszkorban is, még azután is, ez mindig egy probléma volt, hol találom fel inkább magam, a román barátokkal, vagy a magyar barátokkal. Tudjuk azt, hogy itt Erdélyben ez mindig téma volt, ugye elindulva az apró részletektől, kulturális hagyomány egészen a politikáig. És azt kell mondjam, hogy személyesen úgy megéltem, persze egy másik szinten, nem beszélek a lelkiségről, nem arról van szó, hanem így nemzeti szinten ezt a feszültséget, vagy ezt a hasadást. És úgy hiszem, hogy Izrael népe is valamilyen szinten még nyomatékosabban ebben kellett legyen. Amikor nem tudod, hogy hova tartozol, amikor nem tudod már, hogy kié vagy, és nagyon, nagyon jó, hogy Dániel kiemelte azt, hogy a következő nemzedék, a következő generáció, akiknek nem volt már tapasztalatuk az Istennel, ők már nem tudták hova tenni az egészet, nem tudták feldolgozni. És akkor egy ilyen kontextusban jön Isten, és azt mondja, hogy vigasztalást hozok, vagy vigasztalást akarok nyújtani nektek, és visszaadom azt a hovatartozást, az azonosságot, és ez lelki békét fog nektek nyújtani. Én így látom, ezt a kapcsolatot látom a vigasztalás gondolata és az azonosság gondolata között. Köszönöm a válaszokat és a személyes tapasztalatot. Nézzük meg akkor Ézsaiás életét. Egy kicsit foglalkozunk az ő személyével. Ki volt Ézsaiás, milyen korban, időben élt, mi jellemezte azt az időszakot, mit tudnánk elmondani tevékenységéről? Én utána néztem meg kicsit a történelmi háttereknek, bocsánat, és hát a Biblia részletezi ezeket a történeteket, csak utána kell nézni, és meg kell érteni, tanulmányozni. Tehát Ézsaiásnak, Ámoc fiának láttamása, mert akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Úzia, Jótám, Ahász és Ezekiás voltak Juda királyai. Itt kezdődik a könyv. A történészek Ézsaiás proféta születésének dátumát körülbelül 765 és 760 között helyezik. Nehéz pontosan behatározni, mert nincsenek konkrét információ, de körülbelül itt születhetett. Akkor tudjuk, hogy szolgálatba lépett Úziás király halála esztendejében. Úziás egy jó király volt, illetve királyságának első szakaszában, de utolsó szakaszában pedig elhajolt az Istentől.
52 éven keresztül uralkodott ez a király. Az ő halála 740-re tehetendő, 39-40-41 körül, akkor feltehetőleg, hogy ekkor kezdte meg szolgálatát Ézsaiás próféta. A látomást kapta, ami az 6. fejezetben van leírva, az majd később erről fogunk tanulmányozni. Jótám király 16 évet uralkodott, Krisztus előtt 750 és 734 között. Áhász király úgy szintén 16 évet uralkodott, 734 és 718 között, és utána jött Ezekiás, aki 29 évet élt, 718 és 688 között. Utána pedig jött Manasse, aki már Ézsaiás próféta után uralkodott, bár egyesek azt mondják zsidó és keresztény hagyomány szerint, hogy Ézsaiás próféta Manasse király ideje alatt halt meg, mártír halál szenvedett, ketté fűrészelték. Ezt az információt nem tudjuk ellenőrizni és megerősíteni, ez csak egy feltevés. Tehát még mit mondhatunk ezekről a királyokról? Ezek a királyok Izrael déli részében uralkodtak, Jeruzsálemben. Jó kiemelni azt, hogy Ézsaiás próféta idejében Izrael ketté volt szakadva, a nemzet két királyság alatt létezett, volt a déli királyság, amelynek a központja Jeruzsálem volt. Ezek voltak Dávid királynak az utódai, Roboámon keresztül, és volt az északi királyság, a tíz törzs, amely elszakadt Jeroboám idejében Izraeltől, Júdától. Ők északon voltak. Az északi királyokról a Biblia kivétel nélkül azt jegyzi fel, hogy mind egytől egyik rossz királyok voltak, és nem szolgáltak az Istennek. A déli királyokról pedig a Biblia megoszlik. Egy része szolgált az Istent, egy másik része pedig nem szolgált az Istent. Ézsaiás próféta egy olyan szakaszban élt, amikor voltak jó és voltak rossz királyok. Például Ezekiás király nagyon jó király volt. Fontos reformokat hajtott végre, ugye, és az Isten meg is szabadította a várost, amikor az asszírok megtámadták és szinte bevették, és Ézsaiás a király mellett állt. Ugye? És bátorította, ne félj, mert a város nem esik el. De például Ézsaiás, Ezekiás apja, Áhász, az egy rossz király volt. Azt mondja, gonoszul cselekedett az Úr színe előtt. És ezek a megjegyzések megadják a kulcsot annak, hogy miért írt Ézsaiás úgy, ahogy írt, és miért tanulmányozunk mi az identitás válságról, az azonosság válságról. Mert abban az időben, volt egy idő, amikor Jeruzsálemben a templomot bezárták, az Isten tiszteletek megszűntek, a lévitákat elkergették, munkanélkülek maradtak. Ezekiás király volt az, aki újra megnyitotta a templomot, újra helyreállította az Isten tiszteleteket, újra visszahívta a lévitákat. Tehát voltak ilyen hullámok Izrael népe történelmében, és Isten azért hívta Ézsaiást, hogy a jó királyokat támogassa a jó szolgálatban, a rosszakat pedig fedje meg. És én úgy gondolom, hogy egy nagyszerű munkát végzett. Sok mindent elmondtál, és talán elég sokat mondó volt a válasz, még hogyha valamivel ki lehetne egészíteni, de tovább megyünk ezekkel a gondolatokkal, és beszéljünk arról, hogy milyen események jellemezték ezt az időszakot, hát ezt is érintetted, és milyen volt a fizikai, a lelki állapot, ez is érintve volt, esetleg itt egy-két gondolat, hogyha még van, ha pedig nem, akkor más kérdést vizsgálnánk meg. Itt még el lehet azt mondani, hogy annak ellenére, hogy a királyok így álltak hozzá a dolgokhoz, Istenhez, a vallási élethez, a lelkiséghez, a nép tehetett volna másképp, de nem tette. És ezt a történelem idején mind látjuk, hogy amilyen volt a király, amilyen volt a vezető, olyan volt a nép is. És látjuk azt, a leckénk is megjegyzi azt, hogy erőszak jellemezte az embereket, a bűn, a törvénytelenség, egymás iránti utálat, vagy ugye maguknak valóak voltak az emberek.
Tehát mindezek a negatív jellemvonások kezdtek uralkodni az embereken, és ez átitatódott az egész népben, és ők átadták a következő nemzedéknek is. Tehát nem csak politikailag, nem csak társadalmilag, hanem erkölcsileg is, lelkileg is volt egy ilyen romlás, ami tapasztalható lehetett. Tehát sokszor azt gondoljuk, és úgy azt reméljük, hogy van egy bizonyos menedékünk mindig, amikor a templomról, vagy az Isten jelenlétéről beszélünk. És az emberek mai napig ezt remélik, hogy még akkor is, hogy a társadalom rossz, de megjelenünk a templomba, és ott minden jó, ott egy különleges lelki légkör alakul ki. Na most itt azt látjuk, hogy az is el volt romolva. Az emberek ott a templomban, ott sem tudták megőrizni ezt a tisztaságot, a becsületet, a jó indulatot, tehát teljesen el volt minden romolva. Engedd meg, hogy még egy részlettel szolgáljak, ugyancsak történelmi hátterekből, mert ezek meghatározók voltak, és segítenek megérteni jobban, miért fogalmazott Ézsás úgy, ahogy fogalmazott. Tehát Ezekiás előtt Áház uralkodott apja 16 éven keresztül, körülbelül 734 és 718 között, és ő egy gonosz király volt. És többek között a történelem feljegyzi, hogy szövetségre lépett az asszír királlyal, és bevezette Jeruzsálemben az asszír vallást. Ő volt az, aki bezárta a templomot, és megszüntette az Isten tiszteleteket. Az Isten viszont úgy irányította az eseményeket, hogy az ő uralkodása alatt északon Hóseás volt a király. Ő volt az utolsó király, mert 722-ben az asszírok bevették Ninivét, az északi királyságnak a fővárosát, és a nemzetet fogságba vitték. Ezekiás, aki Áház fia volt, fiatalember volt, és megtanulta a leckét. Mert amikor ő királyságra lépett, rögtön reformot indított. Ézsaiás mellette volt és segítettem. Ahogy az apja meghalt, egy ideig társuralkodók voltak, de az apja volt a főuralkodó. És utána, amikor egyedül maradt királyként, akkor rögtön bevezette a lelki reformokat. És miért? Azért, mert ő látta, hogy bár apja szövetségre lépett az asszír királlyal, birodalommal, az északi királyságot nem mentette meg ez. Fogságba estek, és az asszírok brutális politikát viseltek, tehát gyökértelenítették a nemzeteket, elvitték a zsidókat messze keletre, és onnan idegen nemzeteket telepítettek Izraelben, akikből származtak majd utólag a samaritánosok. Ezért Ezekiás király, látván az eseményeket, bölcsen döntött, értelmes lépéseket tett, istenfélő ember volt, istenfélő király volt, és az Isten megtisztelte, azon megtartotta Jeruzsálemet. Nagyon szépek voltak ezek a gondolatok, amiket elmondtatok. Jó volt hallgatni, és hiszem, hogy a televízió nézők is sokat épülünk ezek által a gondolatok által. Hadd aktualizáljuk egy picit az elmondottakat, és indulnék abból, ami elhangzott, hogy amilyen a vezető, olyan a nép. Ma egy olyan világot élünk, amiben társadalmilag általában elégedetlenség van a vezetőkkel szemben, és talán az egyházi életben is megvannak azok a gondok, kihívások, problémák, amik elégedetlenséget is kiváltanak, és várja a kereszténység, Istennek népe, hogy legyen egy változás, legyen egy megújulás. Ma is így állnak a dolgok, hogy a népnek a lelki állapota változtathatna a nép is, ahogy Ézsaiás idejében is, de vagy a királyok idejében, más királyok, Ézsaiás profétáról beszélünk, de ahogy említetted, voltak jó királyok is, változtathatna a nép is, de nem teszi meg. Általában a vezetőnek a példáját, a mintáját követi. Ma is így van ez, és nem kell messzire menjünk más egyházközösségek életébe. Talán a mi életünkről egy-két rövid gondolatot, ha el tudnánk mondani, hogy tényleg így van, hogy reformra van szükségünk, és a baj itt található ezen a szinten, a vezetői szinten? Véleményem szerint határozottan szükségünk van reformra, megújulásra, mivel a
tudjuk azt, hogy a társadalom, és tudjuk, hogy a társadalom gonoszsága háta mögött ott van a sátán, aki próbálja elvonni a hívőket, a keresztényeket az elfűségtől, az igazságtól. Ezért mindig szükségünk van, Jézus Krisztus maga mondja el, hogy mindig vigyázzatok, imádkozzatok azért, hogy ne essetek ebbe a csapdába. És ilyen téren én úgy hiszem, ugye megvizsgálva a mai társadalmat, hogy mindenkinek megvan a befolyási köre. Egy egyszerű embernek ugye megvan a befolyási köre a saját családjával. Ő ott a vezető, ott a papja annak a családnak. Akkor ha beszélünk egy presbiterről, vagy egy lelkészről, neki már kihat ugye egy egész gyülekezetre. Nem csak, hogy felel, hanem befolyásolja azt. És ugyanakkor, hogyha tovább megyünk, ugye egy házterületi vezető befolyásolja, lelkészi kart. Itt nem arról van szó, hogy nem emancipált az ember, és nem tud más tenni, hanem csak azt, amit a vezető mond. Hanem ez a befolyás, amivel vagyunk egymás iránt, ez az, ami megadja ezt a lelki állapotot, vagy lényegesen befolyásolja. És hiszem, hogy erről van inkább szó, amikor azt mondjuk, hogy reformra van szükség. Hogy legyünk egy hullámhosszon, legyünk ugyanazok az elvek mellett, és mindenki a saját maga befolyási körében ugyanazt a befolyást és hatást gyakorolja. Van még idő, hogy szóljak hozzá? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Az idő előre van haladva, és sokat akarunk elmondani. Menjünk akkor, lépjünk tovább. És a kérdés az lenne, hogy az Ézsaiás könyve első fejezet, első 9 versét átolvasva, áttanulmányozva, találunk egy olyan kifejezést, hogy halljátok egek, és vedd füledbe föld. Ez egy kiáltás az Isten részéről, a proféta részéről. Mit akar üzenni, mit akar sugallni ennek a kijelentésnek a lényege? A kifejezés maga szűk formájában egy tipikus keleti héber kifejezés, halljátok egek, vedd figyelemben te nép, az egek nem hallanak semmit, az emberekről van szó. A kifejezés az üzenetnek a széles körét akarja kifejezni. Ézsaiás nem csak egy csoportnak szólt, például a papok, vagy a léviták, vagy a király, vagy az ő udvara, a király udvaron levő szolgálattevők, vagy nem. A proféta a nemzetet szólította meg. Kicsintől nagyig. Ez az üzenetes, ez az értelme ennek a széles, terjedelmes kifejezésnek, halljátok egek és te föld, emberek. Tehát ezzel Ézsaiás felhívja, fel akarja hívni a nép figyelmét, hogy mindenkinek szól, kicsintől nagyig. És ez így is van a helyén, mert az evangélium és a jó hír nem csak némelyeket szólít meg, hanem mindenkinek. A reformra nem csak egy bizonyos kategóriának van szüksége, hanem minden csoportnak szüksége van reformra, mert sodródunk, mert a társadalom sodor bennünket, és sodorta őket is, akkor is bennünket is, és Ézsaiás felhívja a figyelmünket nekünk is, hogy amiképpen az egész népnek szólt abban az időben, az ő könyve, amit mi tanulmányozunk most és olvasunk, mindenkinek úgy szintén szól, kicsinektől nagyig, és jó odafigyelni erre a részletre. 9. versben azt olvassuk, hogy a seregeknek ura valami keveset meghagyott bennünk, mondja Ézsaiás proféta, és hogyha nem lett volna ez a kevés, akkor Sodomához és Gomorrához lett volna hasonló a népnek az élete. Mi ez a kevés, amiről itt szól a proféta? Én úgy gondolom, hogy itt egy olyan állapotról beszél, amikor a nép ugye ostrom alatt le volt igázva ugye idegen nép által, és a Biblia kommentátorok, a történészek is azt látják ebben, hogy itt Jeruzsálemről van szó, az az egyetlen hely vagy város, amelyet még nem vettek át. És erre gondol tulajdonképpen a proféta, amikor azt mondja, hogy ha nem őrizte meg volna az Isten a várost, azt a kis maradékot, tehát a maradék gondolata, ami végigmegy a Biblia utolsó könyvéig, itt is megjelenik, ami arra utal, hogy Isten még mindig ott van, Isten még mindig jelen van. És ha megengeded, itt egy nagyszerű párhuzamot látok ebben, és ezt bemutatnám, a
az erkölcstelenség és a romlás ellenére Isten még mindig ott van, és meg akarja őket menteni. Ugye azért utal, és azért él ezzel a hasonlattal Ézsaiás, hogy olyanok lettük volna, mint Sodoma és Gomora. Ez az erkölcstelenségnek a tetőfoka, vagy még annál is több. És akkor itt Ézsaiás azt mondja, hogy mégis ennek az romlott társadalmi állapotunknak az ellenére Isten mégis ott van, megőrizte, megoltalmazta, és még mindig akar valamit tenni értünk. Tehát itt erről lenne szó ebben a versben, és ezt az alkalmazását látom ennek a helyzetnek. Azt mondja Ézsaiás 1.11-ben maga az Úr, mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága? Ezt mondja az Úr, megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hizlalt barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Mit jelentettek a véres áldozatok abban az időben, és miért nem fogadja el, elégszik meg az Úr ezekkel az áldozatokkal? Az Ószövetségből tudjuk azt, hogy a héberek Isten tisztelete az áldozat mentén történt. Ez azt jelenti, hogy az áldozathozatal az Isten tisztelet központjában volt. Ezzel az Isten azt akarta kifejezni, hogy a bűnbocsánatra szükség van vérontásra. És vérontás nélkül azt mondja Pál, majdnem minden megtisztítatik vérontással. Majdnem minden, volt egy kis kivétel, amire most nem beszélünk, mert az idő nem engedi, mégis nem erről beszélünk. De a lényeg az, hogy a nép, ha akart bűnbocsánatot szerezni, akkor egy áldozatot kellett bemutasson. Na most Ézsaiás proféta idejében az áldozathozatal annyira elfajult, annyira kimozdították a sarkából, lealacsonították, és megfosztották annak tartalmától, hogy az Isten muszáj volt így nyilatkozzon. És itt vannak nagyon kemény kifejezések az első fejezetben, amelyek kimutatják, hogy miért utasította el Isten az áldozatokat, amit a nép hozott abban az időben. És szeretnék kiemelni néhány kifejezést, amelyek nagyon kemények, és amelyekre jó elgondolkozni. Mert akkor az Isten így nyilatkozott, de ne felejtsük el azt, hogy az akkori időben az áldozati rendszer az Isten tiszteletet jelentette. Nekünk a mi időnkben elmaradt az áldozat, de megmaradt az Isten tisztelet. Részt veszünk mi is az Isten tiszteleten. Tehát, hogyha az események megismétlődnek a mi időnkben, akkor ugyanezt a minősítést fölkapni mi is. Figyeljetek meg a következő kifejezéseket, 13. vers. Ne hozzatok többi hazug áldozatot. Még a füstét is utálom. Tehát ezek nagyon kemény szavak. Hazug áldozat. Vagy nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Ezt mondja az Úr. És mi alatt ezeket olvassuk, ez a 13. versnek az utolsó része, addig jó gondolkozzunk a mi Isten tiszteleteinkre. Mert ami történt a zsidók között, az már lejárt, lement. Minket az érdekel, hogy nem-e megtörténhetik-e az, hogy ez a minősítés, ezek a szavak találnak reánk is. Ettől kéne legjobban tartsunk. Vagy pedig 15. vers, utolsó része, kezetekhez vér tapad. És nem az áldozatok véréről van itt szó. Az Isten, a proféta nem arra gondolt, hogy hát megöltétek a kost meg a bár. Nem. Embervérről van szó. Embervérről van szó. Tehát gyilkosok jelentek meg az Isten szín előtt, egymást gyilkolták, és utána hozták az áldozatokat, hogy rendezzék a dolgaikat az Istennel. És azért azt mondta, utálom. Nem tudok ránézni. Nem akarom látni ezt. Vagy mossátok, 16. vers, mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemelől gonosz tetteiteket. Gonosz tetteiteket. Tehát ezek a kifejezések, amelyek konkrét kifejezések, amit a proféta használ, kimutatják, hogy milyen mélyre süllyedt abban az időben a nép lelki állapota. Egyszerűen a vallásnak a keretét megtartották, mert hozták az áldozatokat, de a lényege, a tartalma teljesen elmaradt. Sőt, nem csak úgy elmaradt, hanem a keretet egy hamis Isten tisztelettel töltötték meg. Hamis lelkűséggel, egy hamis magatartással, egy igazság és hamisság keveréke. És azt mondja az Úr, én ezt nem láthatom. Nem nézhetem, mert vér tapad a kezetekhez.
És ha ez így volt akkor, akkor mi lesz velünk? 16. vers, 17. vers, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót cselekedni. Tehát világosan elmondja az Isten. Ezek a versek és ez a hozzáállás a proféta részéről és az Isten részéről arra tanít bennünket, hogy az Isten egy tiszta Isten tiszteletet vár tőlünk, ha pedig az nem tiszta, nem fogadja el. Folytassuk a gondolatokat az ima meghallgatással, mert úgy fogalmaz, hogy adott pillanatban az első fejezetben a proféta az Úr szavai, sőt, ha megsokasítjátok is, az imádságot nem hallgatlak meg. Képzelem. Milyen keretek között hallgattatnak meg a mi imádságaink, annak az alapján, amit a Bibliából ismerünk, amit megértettünk, és ebből a fejezetből is kiindulva? Ugye ebből az alkalmazásból és megértésből is, amit Dániel elmondott, sőt hozzátéve azt, amit a profétaság lelke is megjegyez az imák meghallgatásával kapcsolatosan, azt tudjuk elmondani, hogy talán a profétaság lelke valahogy így fogalmaz, hogy egyetlen egy meg nem vallott bűn meg tudja gátolni Isten áldását az ő egyházára nézve, vagy akár egy egyéni emberre, tehát egy emberről van szó. Ezért azt tudjuk elmondani, hogy imáink nem jutnak meghallgatásra, hogyha mi tudatosan gyakoroljuk a bűnt, abban élünk, az jellemez bennünket, és mégis azt gondoljuk, hogy le tudnánk imádkozni azokat. Isten pontosan ezt mondja itt Ézsaiás által, hogy ezt nem lehet. Nem lehet ezt a kettős életet élni. Erkölcstelen, erőszakos, gonosz vagyok, a másiknak rosszat teszek, de ugyanakkor az Isten előtt olyan szelídnek akarok tűnni, és olyan jónak, és szeretném, kívánom azt, hogy a jó Isten adjon áldást az én életemre. Ilyen téren szükségünk van a reformra, ugye, ahogy az előbb is kérdezted. Igen, szükség van. Ugyanakkor ugye utalnák Jákob életére. Az ő életében is, ugye, amikor találkoznia kellene Ézsauval, ott van az éjszaka, amikor szorong, amikor nehézségen megy keresztül. Miért? Mert volt egy olyan bűn, amit ő nem vallott meg, nem bánt meg, és pedig az, hogy az édesapját átverte. És a testvérét. És az egész családját ezzel. És Isten nem hagyja ezt abba. Az az érzésünk, hogy jó, Isten elfelejtette, és jól van az úgyis. Nem. Isten előhozza azzal a kérdéssel, amit intéznek, és azt mondja, mi a te neved? Utalva arra, hogy az édesapja ugyanezt kérdezte, hogy hadd jusson eszébe Jákobnak, hogy nem lehet úgy hagyni. Ne, és mi volt a kérése tulajdonképpen Jákobnak? Azt mondja, áldjál meg engem, meg találkozom kell Ézsauval. És Isten azt mondja, hogy várjunk csak, menjünk egy kicsit vissza. Van valami, amit rendezni kell, mert nem lehet áldásban részesülni. Vagy válaszolva a kérdésedre, nem lehetnek meghallgatva a mi imáink, addig, amíg ott van a bűn a mi életünkben, és az nincs intézve. A kérdés így hangzott, milyen körülmények között hallgattadnak meg az imádságaink? Csak őszintességgel. Az Isten színe előtt csak akkor jelenhetsz meg, ha őszintén akarsz bűnbocsánatot, hanem nincs mit keresel nála előtte. Amikor kettős szívvel jelenkezik valaki az Isten színe előtt, nincs áldás. Ahogy Edi mondta, Jákob áldást akart szerezni, csalás út, de ez nem működik így. És belőle csak átok származott. Egy bibliai történetet, vagy példázatot szeretnék felolvasni, nagyon jól ismerjük ezt a példázatot, amit Jézus mondott, de sajnos néha, mintha megfeledkezünk róla. Máté 5. rész. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönben ne kerülj. Bizony mondom neked, hogy ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért. Ez egy nagyon jól ismert példa, de úgy érzem, hogy nem figyelünk eléggé rá. Tehát Jézus világosan elmondja, ha te megjelensz az Isten tiszteletre, a gyülekezetre, most áthozom a
példát. Ha elmész az Isten tiszteletre szombaton, vagy vasárnap, vagy bármilyen nap, és nem jelensz meg tiszta kezekkel és tiszta szívvel, nem bűnmentes életről beszélünk itt, hanem őszintesség és egyenesség. Uram, ez vagyok. Nem rejtesz hátad mögött egy tört sem, és senkit nem szúrsz meg, akkor az Isten meghallgatja az imádságodat. De hogyha te keresztbe vagy a testvéreddel, és ez az, amit nem sokan nem tudnak megérteni, vagy nem akarnak megérteni, hogy addig, ameddig nem rendezzük a dolgainkat ketten, az Isten nem áll szóba velünk. Azt mondja, hogy békülj meg, ameddig az úton vagy, amíg mentek az imaházba. Mert ha nem, akkor a bíró kezére jutsz. A börtönben azt mondja, a ijesztően figyelmeztető, bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó filleredet. Hiába mentél az imaházba, mert az Isten visszafordít. Van egy dolog, amit nem rendeztél el. Előbb rendezd el a testvéreddel a dolgaidat, és utána jöhetsz hozzám. Másképpen a börtönben maradsz. Itt a börtön egy figuratív jelképes kifejezés. Távol az Istentől. Tehát nem lehet játszani ezekkel a dolgokkal, és nekem az az érzésem, hogy amiképpen a zsidók Ézsás idejében nem értették meg ezeket az üzeneteket, és végül a pusztuláshoz jutottak, mert Jeruzsálemet is bevették 100-valány évvel később, és megsemmisült a nemzet félig meddig, és még elrébb jövő 70-ben tényleg az Isten megbetette őket teljesen. Mivel nem értették és nem fogadták meg ezeket a dolgokat, tanuljunk a történetükből, és ne járjunk úgy, mint ők. Mit jelent a Jóisten részéről a megbocsátás, mit jelent a mi részünkről a változás? Az alapigére, hogyha visszatekintünk, minek az alapján történik a megbocsátás és a változás az életünkben? Illetve, mivel előre vagyunk haladva az időben, a Jóisten akkor bocsát meg nekünk, vagy akkor közeledhetünk hozzá, hogyha van valami némi változás az életünkben, és már hát elég jók vagyunk ahhoz, hogy az Isten szobáljon velünk. Induljunk el az igéből, a 18. versből, és rövid gondolatokban fogalmazzuk meg a választ. Hát itt a 18. versben nagyon tetszik a struktúrája ennek, és hangsúlyt fektetnék arra, hogy mi az első dolog, amit elmond az Isten. Az, hogy gyertek. Ez a hívás. Nem azt mondja, hogy ha ilyenek vagy olyanok vagytok, csak akkor gyertek majd. Hanem legelső sorban Isten azt mondja, gyertek. És borítsuk itt a dolgokat, lássuk, hogy miről van szó. Tehát Isten nem várja el, hogy mi egy elfogadható helyzetbe rendezzük át az életünket, és azután majd ő még tökéletesíti azt, hanem azt mondja, gyertek, úgy, ahogy vagytok, olyanok, amilyenek vagytok, gyertek, és persze azután elkezdődik ez a amit itt úgy nevez Ézsaiás, hogy törvénykezés, vagy restaurálás, helyreállítás, a helyzet beismerése, megvizsgálása. És nagyon tetszik az a gondolat is, hogy amit Jézus Krisztus megerősít a János evangélium a 6. rész 37. versében, ahol azt mondja, hogy az, aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Tehát ne gondoljuk és ne éljünk azzal a tudattal, hogy túl bűnösök vagyunk ahhoz, hogy Istenhez menjünk. Ne érezzük azt, hogy Isten nem tud elfogadni bennünket, mert annyira elromlott a mi életünk, a mi helyzetünk, a mi állapotunk. Isten mindenkit mindig, amíg kegyelem van, vár, és senki sincs olyan súlyosan elmélyedve a bűnben, hogy Isten ne tudná azt felemelni. A megbocsájtás mindig megelőzi az élet megváltozását. Kivétel nélkül. Részletezem. Az életünk nem változhat meg az Isten segítsége nélkül, mert ő változtat meg bennünket. Amielőtt megváltoztatná az életünket, ő már megbocsájtotta a vétkeinket. Ez a sorrend. Nincs más sorrend. Amikor az Isten színe elé jelenkezünk, Isten nem azt várja el tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, vagy fehérek, vagy bűnmentesek. Isten nem várja el tőlünk, hogy rendezzük le bűneinket más valahol, és utána jelenkezünk meg előtte, mert nincs ahol lerendezzük a vétkeinket. Csak ő vele. Tehát az Isten nem bűnmentes embereket vár, hanem bűnös embereket. A probléma máshol van. Amikor az Isten szín előtt megjelensz, akkor egyenes kell legyél. Nem bűnmentes, hanem egyenes. Vagyis, Uram, ez vagyok. Nincs rejteni valom. Nincs hátsó szándékom. Nincs dupla, vagy duplázott életem. Nincs semmi titok.
fölösleges titkolódni Isten előtt, mert előtte úgyis nyitott könyv vagyunk. Tehát az üzenet a következő. Isten utálja a kétszínűséget, vagy a többszínűséget, amit amúgy mi is. Csak sajnos még, ha beleesünk. Mi sem szeretjük a kétszínű embereket, de az élet megtréfál néha. Igyekeznünk kell, hogy Jézus példája után járjunk. Tehát az Isten egyenességet vár tőlünk, felvállaljuk azt, amit vagyunk, amit tettünk, és utána megjelenünk előtte, hogy rendezzük le. A megbocsájtás után következik az életünk megváltozása, amit ugyancsak az Isten végzi el. De ő soha nem változtat meg valakinek az életét, mielőtt megbocsájtott volna neki. Mindig először a megbocsájtás, és utána az élet megváltozása. De a kettő együtt jár. Ha pedig különveszük őket, mind a kettő hamis lesz. Ezt világos kell legyen mindenki előtt. Nincs megbocsájtás életmegváltozás nélkül, és nincs életmegváltozás megbocsájtás nélkül. A kettő együtt jár, úgy, mint az érem, amelynek két része van, két oldala. És nem tud elválasztani őket. Hogyha elolvassuk egészében az első fejezetet, rádöbbenünk arra a romlásra, a gyakorlati romlásra, amiről ír Ézsaiás próféta a nép körében, a vezető körében, amire most nem térünk ki, hiszen a gyengeséget, a rosszat ismerjük önmagunkról, a múltba is, hogyha visszatekintünk, hanem a megoldás, amiről úgy fogalmaz a próféta, hogy Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. És itt a végszó megfogalmazásánál újból utalva majd ennek a kijelentésnek a lényegére, mondani valójára, térjünk majd vissza az alapigére, hogy mit is jelent a skarlát pirosból hófehérré válni. Tehát ez az utalás, amit itt megemlítettél, hogy Sion jogosság által váltatik meg, vagy ítélkezés által váltatik meg, és megtérői igazság által. Ez nyilván ugyanarra utal, ahogy az előbb is hallottuk, hogy Isten rendezni akarja a mi helyzetünket, állapotunkat. Mi is azt akarjuk, mi is azt próbáljuk, de nem úgy, ahogy az Isten. Mi inkább úgy kozmetizálni akarjuk, eltakarni, hogy ne látszódjon. Isten azt mondja, ezt nem így kell, hanem ítélet által ez a rendje, ez a megoldása neki, és ezért mondja, hogy Sion ez a jogosság, vagy ez a restaurálás által váltatik meg. Ez a módja, ez az egyetlen módszere arra is, úgy, ahogy utaltál arra is, hogy Isten hívásában, az alapígében pontosan ez a gondolat jelenik meg. Isten elhívja az embereket arra, hogy legyenek átlátszóak, őszinték, saját magukkal elsősorban. Tehát saját magam rá kell jöjjek arra, hogy megpróbáltam másképp, az én utam szerint nem ment, és most hadd menjek az Isten elé. Legyen ő az, aki megmutatja, hogy lehet a skárlát pirosból. És ez a hasonlat ugye nagyon érdekes, hogyha történelmileg utána nézünk, hogy a skárlát vagy a bíbor piros volt az a legerősebb, legélesebb szín, amit ha egyszer egy ruhában, vagy egy bármilyen cikkben beleitattak, és átfestettek vele, azt már csak az olló vette ki. Tehát nem lehetett megtakarítani. És Isten pontosan erre az erős tényezőre utal, és azt mondja, ha olyanok is, és az emberek tudták, hogy azt nem lehet megtisztítani, semmilyenféle szerre. Azt mondja Isten, ha olyanok is, úgyis olyan fehérek lesznek, mint ahol makulátlan, tiszta, abszolút nem fog látszódni a nyoma. Ez a megoldás, amit az Isten ajánl. Én ebben a versben a hit általi megigazolást látom. Ítélet és igazság. Jézus Krisztus igazsága, amit hit által nekünk tulajdonít. Ez az egyik. És a másik az életünk megváltozása, megszentelődése, amely a mindennapi életünk által történik és kiterjed az egész életünkre. A recept ugyanaz. Az Ószövetségben megtalálják a hit általi megigazolást. Az emberek akkor is pont úgy igazultak meg, mint most, csak volt egy toldalék, az áldozati rendszer, ugye, amit nekünk most hiányzik, de az üzenet ugyanaz volt, és amiképpen Sion a hit általi megigazolás által tartatott meg akkor, úgy most is, és ezt kell tanulmányozok, ezt kell megtapasztaljuk, és ezt kell megéljük a mindennapi életünket.
Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és ebben a témakörben egy néhány gondolatot ki tudtunk emelni, ha nem is mindet. A Jóisten áldjon meg benneteket, és boldog új évet kívánok nektek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Köszönjük szépen, mi és mindenkinek boldog új évet kívánunk. Kedves nézőink, ennek az évnek az utolsó beszélgetéséhez érkeztünk a tanulmánysorozat keretében, de érdekes módon az első tanulmánysorozathoz, ami a következő negyed évben előttünk fog állni. És van egy nagyszerű üzenet. És ez nem más, mint hogy a Jóisten vár, és megbocsát, és szeretné helyreállítani a mi életünket. Úgy olvassuk a János első levele, első fejezet 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ebben segítsen meg bennünket az Úr ebben a következő évben, amely előttünk áll, hogy ő megtisztítson, és egy megbocsátott életet tudjunk élni az Úr Jézus Krisztus által. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom önöket holnap este 6 órától az újévi adás keretében, amikor egyházunk vezető lelkipásztorai fogják köszönteni a kedves nézőket, mely programot énekszolgálatokkal fogunk tűzdelni. Boldog új évet kívánok mindannyiuk számára, várom önöket a továbbiakban is, a viszontlátásra!